Szűk fordulóban, kis sebességgel közlekedve a motor döntése elengedhetetlen, az alacsony sebesség miatt azonban te nem dőlhetsz a motorral együtt. Ez a videó már a motorkerékpáros jogosítvány megszerzéséhez szükséges új tananyag egy részét mutatja be, melyet az online felületen már közzé is tett a Közlekedéstudományi Intézet és a Vizsgaközpont. A március 1-től bevezetett szigorítások célja a közlekedés biztonság javítása. Ezzel nem csak a szakértők értettek egyet, de az utak használói is jó ötletnek tartják. Jó, szerintem világos. Hát elég sok bátor, idézőjelben bátor motoros van, úgyhogy ha betartanák, nem kéne szigorítani, de helyes, hogy szigorítanak. Magyarországon a regisztrált motorkerékpárok száma meghaladja a 180 ezret, ami azt jelenti, hogy 2001-hez képest több mint kétszeresére emelkedett a motorok, ezáltal a jogosítványszerzők száma is. A statisztikák szerint ez évi 15-20 ezer embert jelent. Gud Csaba, a turbóautós iskola vezetője elmondta, mostantól nehezebb lesz levizsgázni a tanulóknak. Az elméleti képzés maradt ugyanaz, mint a régebbiekben, lehet az e-learninges, illetve a tantermi képzést is elvégezni. A gyakorlati rész változott, itt is inkább a tanpályás rész. A tanpályás része úgy, hogy megmaradt a 4 alapvető feladatsor, de ezeknek a végrehajtási módja változott. Kicsikét a technika fele ment el, sőt, inkább azt mondom, a technika fele ment el az egész. Ez azt jelenti, hogy a vizsga feladatok között hangsúlyosabban szerepelnek az összetettebb vezetés technikai elemek. A balesetek jelentős része a bonyolult manőverek, az ellenkormányzásos kikerülés vagy a járműbedöntése kanyarodáskor elhibázására vezethető vissza. Változik a vizsgapályák mérete, a vonalvezetés, valamint részletesebben oktatják a motoros biztonságát szolgáló ruházat és védőfelszerelés kiválasztását, helyes használatát is. Dusa Márka, Gemenc Motoros Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, azoknak a motorosoknak is szüksége lenne az ezen feladatok gyakorlására, akik már több éve megszerezték a jogosítványt. A megye székhelyen ugyanis erre is van ingyenesen lehetőség. Van Szekszárdon egy motoros baráti kör, ők szoktak szervezni ilyen tréninget, nekünk is volt a rendezvényünk, ott is föl volt állítva egy pálya, ezt szeretnénk majd, amint a vírushelyzet engedi, akkor ismét megtartani, és ott is lehetőséget biztosítani egy ilyen tréningpályán való gyakorláshoz. Az elmúlt években általánosan 1200-1500 balesetben 50-60 motoros vesztette életét, ez csak 2020-ban 34 halálos balesetet jelentett. A szakemberek remélik, hogy a korszerűsített tanterv bevezetésével a 100 közúti balesetből 4-et okozó motorkerékpárosok közlekedése biztonságosabbá válik.